Jó reggel, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. december 27. napján ez a kávé süti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin grafikonokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dűnyögései. A bitcoin piacán nagyon szépen békésen teltek az ünnepek, remélem, hogy nektek is boldog és békés karácsonyotok volt. Igazából hírek, katasztrófák, összeomlások, szenzációk, a bitcoin piacán nem voltak, úgyhogy ebben a mai videóban röviden hátszaladunk a szokásos három idősávon, amit figyelek itt veletek, szinte napról napra már jó régóta. Egy hetes bitcoin idősáv, akik türelmetlenek, azok itt meg is találhatják már a konszenzió kitettség indikációmat a három idősávra, hetesen 3 per 3, 3 naposon 3 per 3, naposon pedig 2 per 3 a jelenlegi kitettségem, tehát a jelen állapot szerint egy 8 per 9-es pozíció méretben utazom a Bitcoin piacán. Hetes csárton kezdünk, grafikon az egy szép long 3-as szerkezetet mutat, a mozgó átlagok longos elrendezésben vannak, a csárpán kereskedési rendszer indikátor folyamatosan dobálja a zöld gyertyákat, ez azt jelenti, hogy itt hetes idősávon egy longos momentum konfluenciát érzékel a piacon, a forgalom rendben van, folyamatosan ilyen átlag körüli forgalmakat kapunk, és azt lehet látni, hogy a magas mozgónk az itt jár 31.700 dollárnál emelkedik, a szintje ez azt jelenti, hogy a piac felfelé húz, a közepes mozgunk 40.800 dollárnál jár és emelkedik, és a rövid mozgónk az jelenleg ilyen 42.500 dollár magasságában van. Itt most azonnali jelleggel, már amennyiben a hetes csárton azonnali jellegről tudunk beszélni, nekünk a két rövid mozgónak a struktúrája a fontos, ez egy long 3-as trendszerkezet, tehát 3 per 3-as pozíciós kitettséget intokol, abban az esetben, hogyha 42.500 dollár fölött tudja zárni a hetet a bitcoinnak az árfolyama és tovább tud fölfelé haladni, akkor a három periódusos mozgó átlagunk továbbra is emelkedésben tud maradni, akkor pedig, hogyha itt a 41.000 dollár magasságában érkező MA7-nek a szintje felé fog közeledni az árfolyam, és az alá is bemegy, akkor egy-két héten belül itt elképzelhető egy kockázat csökkentési jelzés, azaz visszatérés a long 2 pozíció szerkezetbe, de erre még egyelőre az égvilágon semmi indikáció nincsen. Tök jól néz ki a csárt long 3-as trend szerkezet, hogyha momentum indikátorokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az RSI az rá van szűkülve a rövid mozgó átlagaira, de még mindig egy nagyon-nagyon erős 73-as szinten van, ez egy tök jó RSI szint. A csárpák momentum oszcillátor pedig így szűkülget lefelé, de még mindig a hosszú mozgó átlag a fölött van. Hetes csárton a bitcoin jelenleg tök jól néz ki. Gyakorlatilag a long egyes kitettséget azt itt vettük fel 30 ezer dollárnál, és ennek a gyertyának a, a, során vettük fel a long 3-as kitettséget, azóta szépen tudunk utazni itt ezen a hetes idősávon. Három napos bitcoin grafikon. Itt is egy long 3-as rendszerkezetet látunk, ugye itt vettük fel a long 3-as pozíció méretet ebben a gyertyában, itt kicsivel 30 ezer dollár alatt, folyamatosan kapjuk azóta a zöld gyertyákat, egyfolytában longos trend szerkezetben utazik a két rövid mozgó átlag. Most is azt lehet látni, hogy a két rövid mozgónak az elrendezése az még longos, de itt össze vannak nagyon csavarodva itt a 42.500-42.800 dolláros magasságban. Itt a háromnapos idősávon az a fontos, hogy 43 ezer dollár fölött, tehát ebben a zónában kapjuk zárásokat. Abban az esetben, hogyha ez a mostani szint ez elveszik, és folyamatosan itt 42 ezer dollár alatt kapjuk a zárásokat, akkor előfordulhat, hogy itt a háromnapos időságon is a jelenlegi 3 per 3-as kitettségből vissza kell mennünk egy 2 per 3-as kitettségbe. Alapvetően tök jó utaztunk, Úgyhogy ezzel semmi gond nincsen, az egy ilyen profitrealizálós, illetve kockázat csökkentős, kitettség csökkentés lenne, de alapvetően még nincs erre indikáció. A mostani gyertyánk az éppen most startolt, tehát még majdnem három nap van hátra belőle, és mondom a lényeg az, hogy valahol itt 43 ezer dollár fölött tudjon zárni, ha meg nem, akkor majd meglátjuk három nap múlva, hogy mit kezdünk ezzel az idősávval, nem ruhadunk sehová. Egynapos napos Bitcoin grafikon, itt volt egy pozíció csökkentési jelzésünk, egy long 2 pozícióra visszatérés pár nappal ezelőtt, én ennek megfelelően csökkentettem is, jelenleg én a háromból csak kettő pozíció méretet tartok fenn, itt az egynapos idősávon, azt lehet látni, hogy érkezik fölfelé az MA30-as mínünk, meredeken emelkedik, jelenleg a szintje 42.100 dollárnál van, igazából amit itt látunk, az egyelőre egy befejezett mini reversion, ugye mini reversionnek azt hívjuk, amikor a Magas mozgótól történő, ilyen komoly deviációt követően az árfolyam szépen lassan visszatér a az azaz a magas mozgó átlaghoz, és ilyenkor szokott az eldőlni, hogy a mínhez való visszatérést követően, ha tudunk kapni egy pattanást, az egy trendfolytató mozgás lehet, hogyha pedig a mint elveszítjük, akkor az kockázat csökkentésre ad nekünk indikációt, hogyha az eresi mozgását figyeljük, akkor közelíti az eresi, jelenleg 52-es értéken van, közelíti az 50-es szintet, akkor, hogyha az eresi innen az 50-es szint környékéről pattanni tud, azok mindig szép, longos, trendfolytató mozgások lehetnek, úgyhogy jelenleg most ezt érdemes figyelni, hogy itt az rsi az 50-es értéke körül hogyan reagál a bitcoinnak az árfolyama. 50-es szint fölött azért az rsi még ha enyhén is, de longosnak tekintjük, azt látjuk ugyanakkor, hogy egyértelműen trendel lefelé az eresének a mozgása, és az összes mozgó átlaga alatt van, tehát azért a csökkenő momentum az jól látható itt a Bitcoin piacán. Én jelenleg itt a háromból kettő pozíció méretet tartok fenn, abban az esetben, hogyha magas mozgót elveszíti a Bitcoin, ezt a 42 ezer dolláros szintet, és beráncigálja a rövid mozgót ide a MA30 szintje alá, erre egyébként a projekció, ha mostani szinten mozog az árfolyam, akkor három nap múlvára ad is nekünk egy előrejelzést, akkor elképzelhető, hogy ezen az időságon visszaadom a maradék kettő pozíció méretemet is, de ez még a jövő zenéje, jelenleg itt a három lehetséges pozíciós kitettségből én most kettő mérettel utazom. Hogyha lejövünk egy ilyen ultra rövid 4 órás idősávra, akkor azt lehet látni, hogy alapvetően ez az oldalazó struktúra érvényes a Bitcoin piacán. Karácsony előtt egyébként én említettem, nem tudom, hogy itt a videókban vagy a streamben, hogy én arra számítottam, hogy ez egy oldalazó ilyen swing piaci szerkezet, hogy itt már karácsony környékén kitörés egyik irányban sem lesz. Nagyjából ez most a helyzet a felső szintje ennek a zónának. Itt látható a sok-sok ilyen, ilyen MPOC szint, valahol 43.500 és 44.000 dollár, között van, az alsó szintje pedig ennek, ennek a zónának, itt van valahol 41 ezer dollár magasságában, igazából ezek között a szintek között oszcillál most a bitcoinnak az árfolyama. Itt négy órás idősávon trend és momentum az nem segítség, mert látjátok, amikor egy ilyen oldalazó oszcilláló piac van, akkor trendet, momentumot kereskedni nem nagyon tudunk, ilyenkor az oldalazó zónákat tudják skalpolni, akik swingben ilyennel szeretnek foglalkozni, az pedig azt jelenti, hogy a tetejét adják, a közepét visszaveszik, illetve az alját veszik és a közepét adják, ez a valics stratégia egy ilyen oldalazó swing idősáv esetében egészen addig, amíg ez az oldalazás ez meg tud maradni. A három irányadó bitcoin idősávon így néznek ma ki a grafikonok. Remélem, hogy hasznos nektek ez a rövid kis reggeli bitcoin státusz. Amennyiben szeretitek a videóimat, akkor like, feliratkozás, megosztás, komment, ezeket nagyon köszönöm, mindegyik segítséget jelent nekem, és találkozzunk legközelebb a következő ilyen reggeli piaci összefoglalóban. Addig pedig szép napot, jó kereskedést és további kellemes ünnepeket nektek. Sziasztok!